Ebben a világban nem vagyunk itt sokáig, jönnek utánunk is, nekem is van 3 gyerekem, és én szeretem azt gondolni és azt hinni, hogyha emberek el tudnak jönni egy ilyen helyre, tudnak gyakorolni, akkor ez egy boldogabb és egy jobb világgá tud aztán alakulni. A népmesei fordulatokból nagyon sokszor felidéződik bennem az 5 éves kisfiamnak, próbálok ilyen meséket mondani minél többször, hogy jó tett helyébe jót várj. És ez azt gondolom, hogy a világnak a működésére is igaz kellene legyen, hogy tegyünk jót, és hogyha elég sok jót teszünk, akkor az előbb-utóbb visszacsapódik hozzánk. Itt azt kell, hogy mondjam, szerencsére az eredeti fény zen templomban most már évek óta olyan intenzív gyakorlat, olyan tiszta irányvételű gyakorlat zajlik, ami megérlelte annak a lehetőségét és szükségszerűségét is, hogy ez a templom bővüljön. Tehát megépüljön egy olyan főépület, ami ezt a templomot, azt kell, hogy mondjam, hogy európai, de világszínvonalba és az élre helyezi. Nagyon sok gyakorló jár ide vissza Magyarországról és külföldről is, egyre többen jönnek, és számukra meg teremteni az ideális gyakorlási lehetőséget, ez nekem személy szerint nagy örömet okoz, úgyhogy én ezért nagyon szívesen támogattam a nagy zenterem ügyét, és másokat is szeretném arra bátorítani, hogy amennyiben lehetőségük van, kicsi vagy nagy vagy közepes módon, szintén támogassák ezt az ügyet, mert ez egy olyan dolog, ami nagyon érdemes és hosszú távú változást tud elérni a társadalomban is.